Tehetséges kecskeméti sportolókat felkaroló program indult Híres Olimpikonok alapnéven. A témával kapcsolatban a kiemelő vendége ezúttal dr. Budóczky László, a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula körének elnöke, és az alap által támogatott egyik sportoló, Boronkai Péter paratriatlonista. Jó estét kívánok, örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó estét kívánok. Már a híradóban is beszámoltunk erről az alapról, hogy hát elindult, és sikeresen el is kezdték a munkálatokat. Tehát milyen előkészítő munkálatok voltak szükségesek ahhoz, hogy hát a sajtótájékoztatón be lehessen számolni, és aztán utána a célegyenesbe érkezve indulhat élesben a program. Egy évre nyúlik vissza a kezdések ennek az egész mozgalomnak, remélve azt, hogy ez való tényleges mozgalom lesz majd, és egy társadalmi felelősségvállalás nyilvánul majd meg, annak érdekében, hogy anyagilag is támogatni lehessen azokat a kecskeméti sportolókat, akik méltók arra, hogy Kecskemét, illetve Magyarország színeiben képviseljék városunkat, és reméljük, hogy egyre többen lesznek ilyenek a jelenlegi 5 személy. Ez még társulni fog jó pár tehetséges sportolónk. Kik voltak a kezdeményezők egyébként? Tehát kinek a fejéből pattant ki, hogy hát igenis egy ilyen alapot össze kellene hozni, és végre támogassuk akkor a kecskemétieket, a kecskeméti olimpikonokat, leendő olimpikonokat? Ismereteim szerint a önkormányzat sportmunkabizottságának két tagja, Adamik Zoltán, mesteredző, valamint Újhidi Tibor sportvezető úr közös ötleteként merült ez fel, amely aztán nem maradt leplezve, hanem jött a felkérés, de megtalálták már önkormányzati önöket szintről a klubunkhoz, hogy vállaljuk fel ennek a megszervezését és hát a folyamatos kezelését. Mi ezt örömmel vállaltuk, tettünk eleget ennek a felkérésnek, hiszen ilyen még nem volt Kecskeméten, és úgy voltunk vele, hogy előbb kell a segítséget nyújtani, mert egy utóbbi elismerés, az szép-szép, de azért az előtámogatottságnak nagyobb haszna van, és ennek alapján kezdtünk hozzá a munkának. Ez elég sok előkészületet igényelt, az alapszabály módosítástól kezdve, különböző munkabizottság felállításáig, a pályázati rendszer kidolgozása, és hát önmagában a feltételrendszer, hogy kik lehetnek tagjai, vagy kik lehetnek a támogatottjai ennek az alapnak. Mekkora apparátussal kezdték meg a munkát? Hát ezt, ha mondom, hogy hárman, négyen voltunk, de három maradt a végére. De annál nagyobb lelkesedéssel, annál ugye? Nagyobb lelkesedéssel, amatőrként fordultunk profikhoz, akiktől volt, amikor hasznos tanácsot, volt, amikor olyan jellegű tanácsot adtak, ami számunkra megfizethetetlen lett volna, illetve a versenyzők rovására történt volna a pénzbeli elvonás. Értem. Hány sportolót választanak ki az alaptól? Illetve, hát gondolom, edzők is kellenek ehhez, meg valamifajta pályázati ajánlás is. A pályázat nem egy zárt rendszer, és ennél fogva nem zárt a létszáma sem. Jelenleg 5 személy van a támogatottak között. Ezt lehet, ezt meg is lehet változtani a nézőkkel? Igen, jó, igen. Akkor kíváncsiak vagyunk a konkrétumokra. Kikről van szó? Szvitács Alexa. Igen, sportága. Asztali teniszező, ő már megszerezte. Paraolimpikon asztali teniszező megszerezte a kiküldetési jogosultságot, ő neki a további versenybetartáshoz szükséges majd.